az emlékek még frissek, ugye akkor még csak 4 csapat volt, én előtte fél évvel kerültem Felcsőzre, úgyhogy igazából akkor kezdtem el folyamatosan játszani. Megmaradt bennem az, hogy mivel az első mérkőzéseim voltak, így a honvételen nagyon szinten elfáradtam, hogy mind a két lábam begörcsölt, és tényleg nagyon fájt napokig. És a döntőben meg annak ellenére, hogy kikaptunk, ugye sikerült gólt szereznem a Real Madrid ellen, ami még utánpótlás szinten is szerintem nagy dolog, és büszkének kell lenni rá. Úgyhogy egyedül csak azt sajnálom, hogy csak egyszer szerepelhettem. Már eleve az löketet adott, hogy oda kerülhettem az akadémiára. Köszönöm, már akkor is nagyon jó körülmények voltak, habár összesen lehet hasonlítani, ami most Felcsúton van, de már akkor is nagyon jó lehetőségek voltak a játékosok számára. Ugye a lépcsőfok volt a pályafutásomban, amit bárki megkérdez a mai napok, azt mondom, hogy lehet, hogy nem is lett volna belőlem semmi, hogyha úgy értem, hogy magasabb szinten, hogyha én akkor nem tudok elkerülni Felcsútra. Tehát ez egy olyan lépés volt a pályafutásomban, ami meghatározó volt, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy olyan játékos vagyok ma, aki már több éve esetleg külföldön játszik. Úgyhogy szerintem egy nagyon nagy lehetőség a fiatal játékosoknak, hogy megmutathatják magukat egy ilyen rangos tornán, olyan csapatok ellen, akik akár híresek arról, hogy nagyon jó utánpótlás bázisuk van, és ez egy jó erő felmérő is lehet a játékosoknak, hogy lássák azt, hogy nagyjából hol tartanak, és mi lehet az a plusz, ami akár arra a szintre is eljuthatja majd őket a későbbiekben, azt a lehetőséget, ami előttük van, mert erre biztos vagyok benne, hogy szép emlékként fognak emlékezni sok-sok év múltán, és csak tényleg minden pillanatát úgy éljék meg, hogy az valamit adjon nekik a későbbiekben, a mind emberileg, mind szakmailag, és hát természetesen azt, hogy végre győzelemmel ünnepelhessenek.